szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és eljöttek jótékonysági estünkre. A Panoráma Világklub és a Magyarság Szolgálati Alapítvány Vas Albert fiainak támogatásával 2018-ban Vas Albert emlék évet hirdetett az író tiszteletére. Ennek keretében idén az egész országban és határaikon túl is különféle rendezvényeket szerveznek Vas Albert szellemiségének jegyében. Debrecenben is számos szép eseményen emlékezünk Erdély krónikására. A Gróf Vas Albert Társaság számára így tehát a 2018. esztendő többszörös jubileum. 110 éve született, 20 éve halt meg névadunk, a száműzött erdélyi magyar író Vas Albert, valamint 20 éve működik társaságunk civil szervezetként, és teremt értéket itt Debrecenben. Dr. Vince Piroska. Tamás István, tiéd ez az ország. Még gyermek voltam, s apám megfogta kezem. Megmutatta nekem, hol él a nemzetem. Mutatta az erdőt, a szöldelő réteget, ahol szebb jövő vár rá, és boldogan élhetek. Mutatta az Alföldet, a Duna-Tisza közé, a Jásságot, a Bakonyt, a 64 vármegyét. Mutatta az utat a nádosok között, ahová hős őseink lelke költözött. Nézd, fiam, a folyókat, nézd a völgyeket, a nyíló virágot, réten a fényeket. Ez mind és vigyázz rá, ne hagyd az ideget, hogy hazánk elrabolják. Érintsd meg a követ, mert a
az is a tiéd. Tiéd a folyó, a tart, el ne ad semmiért. Tiéd ez az ország, múltja és jelene. Neked teremtette a magyarok Isten. Szántani, vetni és
és remélni. Szántani, vetni, és remélni jó munkáért vidám aratást. Nem imádkoztunk sokat, az igaz. De szeretjük a világodat, Uram, ahogy megadtad. Gondokkal telítve, búval és örömmel fűszerezve. A tövisek között egy-egy virág. Szép volt, Uram. Jó volt a világ. Szerettük a patakodat, mely zengve sejempartok közt vígan szöntösött. A szellőt, ahogy hegyeidről este virágillattal megrakodva jött. Hajnalodat, amikor bokrításan felkacagott az ablakunk alatt. Szerettünk minden bogrot, fát, virágot, pillangót, felhőt, madarat, apánk kezét, anyánk mosolyát, kisgyermekünk első kacaját, a csókot, ahogy lányajkakon kigyúlt, s a vágyat, mikor fellegekbe nyúlt. Feléd, Uram, akár a jegenye. Jövendőt kért, békét és életet, mégis a bal kezed mozdult elénk, s reánk bocsátottad a végzetet. Most már igazán nem tudom, a sorsod hogyan s miképpen rendezett, de bújdosó könnyében s bánatában nem lelheted, Uram, a kedvedet. Uram, nekünk ez a föld idegen, az ég sem borít itt vitnyő sugarat miránk, bajor erdőben bújdosó magyarnak, bogáncsos úton nem terem virág. Más itt a szél, másként sugok az erdő, más nyelven szólnak a patakok. Bozó tépi a bujdosó magyart, kivert, hazátlan, árva és szavart. Uram, te ezt így nem akarhatod. Amerre járunk, ködlepi az erdőt. Nyögnek a fák, és tövisek sebeznek. Bármerre indul céltalan nyomunk, még az ösvény is átfordul keletnek. Uram, rendeld már végre, hogy hazamehessünk. Mindegy, hogy hogyan, és mindegy, milyen áron. Nem akarunk örökké bújdogolni ezen a zord, otthontalan világon. Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva, tépet lélekkel és halálra váltan. Csak otthon legyünk egyszer. A hazánk van. Vert farkas mellé farkasnak beáll. Vagy koldusnak a templom küszöbére. Ravnak, ha kell, testvérrabok közé. Csak hazajussunk végre, hogy beszélhessünk magyarul a földhöz, s hogy megértsük, amit zúgnak a szelek. Ha a Szodoma láttán kővé változom, Uram, én akkor is hazamegyek. Nincsen napomnak máshol melege, sehol sem olyanok a csillagok, ha százszor átkozott is az, aki magyar, nem lehetek más, ha egyszer az vagyok. Add újra látom apámat, anyámat, vagy sírjukat bárha többet nem lehet. Hadd roskadjak egy üszkös romtövébe, eldobva végre a vándorbotot, s úgy súgjam megadással. Mi atyánk, sokat vétettem ellened, s nagyot. De nézd, megtörtént a te akaratod. Szívlelni, üzenetét komolyan venni, mert jövőlátását
unokáim fogják igazolni. Köszönöm szépen! Szeretnék szántani,
ha tökröt hajtani, régi ekim szarvát. Még egyszer, csak még egyszer kezemben tartani. Thank you.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönjük, hogy együtt töltöttük ezt a meghívt órát, és végezetül hadd hívjam Önöket március 30-án pénteket 17 órától dr. Vincent Piroska emlékművének osztozására a Honvéd utca 17 szám alá. Április 10-én kedden 16:45-től a Mélius Juhász Péter könyvtár földszinti előadó termében pedig kötetlen beszélgetés zajlik majd a VAT elmúlt 20 évéről, dr. Vince Piroskáról, melyre mindenkit várunk, aki bármit tud a társaság múltjáról, hiszen ez az alkalom a készülő jubileumi könyv alapjául szolgál majd. Szeretném elmondani, hogy hátul dr. Nagy Attila képes lapokat, könyvjelzőket hagyott itt számunkra, 100 forint darabja, melyet kért, hogy az adománygyűjtő ládába dobjanak be, tehát meg lehet ezeket vásárolni, illetve Balázs Ildikó hátul dedikálja majd a könyveit. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, adjon Isten mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát!